Szülővárosában Pécsen családi körben tölti a kényszerszünetet Fodor Ferenc, a Nyíregyháza Spartakusz csapatkapitánya. A védő fegyelmezetten végzi a klub által előírt gyakorlatokat, és igyekszik megőrizni formáját a remélt folytatásra. Nagyon hiányzik a játék, meg a labda. Ugyanakkor otthon ugye kaptunk edzésprogramot, ami otthon végzendő, illetve futóprogramot, amit bárhol el lehet végezni. Így jobb hiány ezt a programot szoktam megcsinálni a nap délelőtti szakaszában, és akkor utána igazából a családdal töltöm a hátra levő időt, segítek otthon, amiben tudok, bevásárolok, vagy éppen amilyen feladatot kapok, és ugye a nap hátra levő részét pedig pihenéssel töltöm. Most már lassan a harmadik vagy a negyedik hétben vagyunk, ahol ugye minden nap ugyanarról szól, eléggé monoton, mert tényleg jobb hiány csak futni és erősíteni tudunk, hogy az erőlétünket ne veszítsük. Továbbá ugye ismerősökkel, barátokkal az ember nem találkozik, ezzel is próbálja óvni a családját ugye a betegségtől. Szóval eléggé zárt közegben történik, ahol ugye nyilván egy idő után türelmesebbnek és toleránsabbnak kell lennünk egymással, mert azért ennyi időt normál esetben nem szokott senki se szerintem otthon tölteni. Ugyanakkor azért egy kicsi öröm az örömben, hogy én is otthon vagyok, és egy kis időt ugye a családommal el tudtam tölteni. Ez mentálisan mindenképpen segít ebben a nehéz időszakban.